épp a sakk. Csak, hogy egy persze felnéz a hírekből. Csak, hogy ne másolt ki az ötödik kenyérreceptet. Csak, hogy legyen egy kis szünet a szüntelen aggódásban. Csak, hogy ne kelljen eldöntened, hogy akkor most fagyasztható-e az élesztő, vagy sem. Csak, hogy eszedbe jusson zsebrevágni a maszkod, mielőtt bevásárolni indulsz. Csak, hogy ne szorongj azon, amin úgysem tudsz változtatni. Csak, hogy felállj egy kicsit a veteményes mellől. Csak, hogy erőt meríts, és elkezd végre selejtezni a ruhás szekrényedben. Csak, hogy egy kicsit pihenj, még mielőtt elmagyarázod a téglatest felszínét és térfogatát. Az erre csöppet sem kíváncsi otthonra vagy gyermekednek. Csak, hogy a kutyádnak legyen egy kis nyugtatőnek. Csak, hogy még egy picit hadd hűljön a söröd, mielőtt kibontod. Reméljük, mielőbb megtelnek a Győri Színház széksorai. Mi addig is gyakorlunk, skálázunk. Mert nagyon várjuk, hogy újra énekelhessünk nektek. A Győri Nemzeti Színház énekara szeretettel várja vissza kedves nézőit a színházba. Nem sokára találkozunk. Nincs soha!